Molnár Ibolya festményei biológiai pontossággal ábrázolják a természet szépségeit. Ez annak is köszönhető, hogy a Nyíri Arborétum vezetőjeként nap mint nap szemtanúja a növények fejlődésének, változásának. A megnyitó Szepesi Béla grafikus művész azt mondta, a táj magában nem szépség, a művész munkája által látjuk annak, ami a tárlat képein is látható. Molnár Ibolya szinte csak új festményeit hozta a kiállításra, amelyek jellemzően világosabb színű és derűsebb hangulatú képek, mint korábban. A festő saját bevallása szerint életében mindig fontos szerepet játszott a természet és a művészet szeretete, valamint ennek összhangja. Végül is a természet szeretete az mindig megvolt. Édesapám is biológus, én is szintén, de a természetbe való rajzolás, festést, azt már félig felnőtt fejjel kezdtem, és úgy tanultam később ugye a főiskolán a rajzolás, festést, mert ha már én szeretem a természetet, akkor nyilván szeretném ezt papírra vagy vászonra vetni, és a magam gondolatain, érzésein átszűrve kifejezni. Molnár Ibolya festészetében álmokat, érzéseket és gondolatokat próbál átadni a közönségnek. Jelenlegi kiállítása a könyvtár nyitvatartási idejében, szeptember végéig megtekinthető a 3. emeleti kamarateremben.